Adjon Isten jó napot! Isten. Minden beszédemet így szoktam köszönteni a jelenlévőket, mert szükségét érzem ebben a megbolondult világban, hogy legalább egy köszönéssel tudatosítsam az emberekben, hogy körülbelül hova tartozom. Ma rendkívüli találkozót tart a Magyarok Világszövetsége, mert olyan népi kezdeményezésnek az élére állt, amely rendkívül fontos lesz majd a történelem számára, ha ma nem is veszi a mai nemzedék ezt komolyan, és azért kevesen jelentek meg. Ha megvizsgáljuk 1867-es kiegyezés környékének a történelmét, akkor is hasonló állapotokban volt a magyarság, nem tudott kit állítani tárgyaló félnek az elé, az ellenfél elé, akivel addig ellenséges viszonyban volt, de 67-ben mégis elérkezett az idő, hogy valakinek a magyar részről le kell ülni, és alá kell írni, és el kell fogadni. Hát így jött Deák Ferencbe a magyar történelembe, mint a haza bölcse, de azért a magyar politikusok, akkori politikusok nagy része Deákot elismerte és támogatta. Ezért mondom, hogy a mai politikusok is gondoljanak arra, hogy ők sem lesznek örökké a színpad tetején, az idő dolgozik, és valószínű, hogy változik is majd a politika is, és a személyzet is. Hát, mivel kellene kezdenem egy ilyen köztársasági elnök jelöltséget? Hát azzal, hogy nem az első alkalommal kell bemutatkoznom, mint köztársasági elnök jelölt, mert már minden köztársasági elnök választáskor ott volt a nevem, szerepeltették, hol itt, hol ott. Volt, aki tudomásul vette, volt, aki tud róla, van, aki nem tud róla. Hát én azért említem meg, hogy minden alkalommal ott volt a nevem. Az, hogy a politika miért nem engedi meg, hogy a nép akarat valósuljon meg egy ilyen nagyon fontos tisztség viselése révén, az nehéz lenne most egy ilyen rövid időben megmagyarázni, meg lehetne, mert ideológiát az gyártottak éppen eleget az elmúlt 200 évben a részünkre, és főleg azok, akik szeretnek a népre és a nép akaratra hivatkozni, hát én is szeretném, hogyha tudomásul vennék, hogy lehet a nép nélkül politizálni, lehet a nép nélkül politikai döntéseket hozni, de egyszer számon kérik, az a nép fogja számon kérni, amelyet kihagytak a döntésekből, és ugyanúgy fognak járni, mint ahogy a híres nagy Sztálin elsöpri őket a vihar, mert a nép nélkül nem lehet sem politizálni, sem élni. Azt szeretném, ha mindenki tudná, hogy a Tiszapartról jövök. Ott születtem paraszt gyerekként. És őseim magyarság tudatát hozom magammal, és ez a legnagyobb érték, amit örökül hagyhattak nekem, mert ebből él a mai magyarság szeretetem, amire ma is többször fogok majd appellálni. Az első vagy a második világháborút Izsákon éltem meg, fiatal gyerekként, de nagy odafigyeléssel, és rettenetesen megrázott az a történelem, amit akkor ott megtapasztaltam. De a 45-ös háború után, ahogy az egész magyar társadalom, én is szerettem volna valódi demokráciát, valódi szabadságot, valódi emberi jogokat megélni népemmel, nemzetemmel együtt, de ez nem adatott meg, mert a nyugati nagyhatalmakkal kalöltve a Szovjetunió
felség területének engedték át Magyarország területét, és a Vörös Hadsereg magával hozta a kommunizmus rémét, ami engem akkor gyerekként is riasztott, és éppen ezért soha nem is vállaltam semmiféle közösséget velük. Amikor aztán fölcsöpörettem, és a háború után Budapestre jöttem tanulni, tanulás mellett mindig érdekelt a történelem, és firtattam azt, hogy miért kell a magyarságnak úgy élni a Kárpát-medencébe, ahogy rákényszerítik, hisz ez az emberi csoport, amely a Kárpát-medencébe él, szorgalmas, ügyes, életre való nép, és mégis olyan rettenetes, rossz körülmények között kell neki megélni ezt a rövid emberi életet. Így kezdtem érdeklődést kifejteni és kutatni a magyarság történelmét és a világ történelmét, ami a kettő, vagy egy a kettő, de mégis a magyarság különül ebben, elkülönül ebben. Hát az első, ami nagy megdöbbenést okozott nekem, az 1848 kommunista kiáltvány. Mert aztán a vizsgálódásaim rávezettek, hogy ez nem egyéb, mint a rablás ideológiája. Végig rabolták a világot a kommunista kiáltvány eszméje, ideológiája alapján, 100 millió embert megöltek, de nem jutottak semmire, mert hiányzott belőle a nép akarata és az emberi tisztesség. Hát ezt most könnyű mondani, de nehéz volt akkor 10 évesen elhatározni, hogy engedek-e a kommunista csábításnak, mert jó alany voltam, és leszek jó ávos vagy pártitkár, vagy megmaradok annak a magyarnak, akinek ugyan szűkre szabták a kenyerét, de becsülettel próbálja leírni az életét. Hát én ezt a másodikat választottam, és tovább folytattam ismereteimet. Megdöbbentett az, hogy a világ hogyan viselte el Magyarország keresztrefeszítését 1920-ban, amikor ezt a korszakot tanulmányoztam, láttam, hogy Magyarországnak az első világháborúhoz semmi, de semmi köze nem volt. Mégis rákényszerítették, hogy belevitték, mert ugye az osztrák-magyar monarchiában a hadsereg az osztrákok rendelkezése alá volt rendelve. Tehát a magyar királyságnak nem volt jogköre arra, hogy kilépjen a háborúból, mert nem rendelkezett hadsereggel. És ez a háború, mint minden háború, természetes, hogy igazságtalan, annak ellenére, hogy akik vívják, az igazságtételért kezdik a háborút, és azt ígérik, hogy majd ők világméretű igazságot fognak teremteni. Hát szó sem volt erről az igazságról, mert ezt az igazságot sehol nem találtam meg, még a szándékba sem. Olyanokat találtam, hogy példának mondom, 1918-ban mit tapasztalunk? Azt, hogy a hagyományos katonai háborút, katonai eszközökkel vívott háborút átalakítják ideológiai háborúvá. És ezt a lövészárokban lévő magyar katona, de az olasz sem tudja. Ők továbbra is ugyanazzal a hagyományos tradícióval fekszenek a lövészárokba,
Közben a fejük fölött már megjelent egy új rém, az ideológia, majd rövid időn belül ők is megismerik, mert az első világháború nem fegyveres győzelemmel ért véget, hanem katonai zendüléssel. És ez azért fontos megjegyezni nekünk magyaroknak, mert az egész történelmi folyamatot ebből a szempontból kell megítélni, és akkor majd úgy jutunk el Trianonhoz. Mert az igazság ez. A katonai zendülés pedig nem fegyveres katonai győzelem. A másik talán érdekesség, hogy egy háború és két fegyverszünet születik. Az első a páduai, november 3-án írják alá, és november 4-én délután 13 órakor lép életbe. A másodikat november 13-án írják alá Belgrádba. Vajon elgondolkodott-e a magyar történelem és történetírók és a magyar tudósok társadalma, hogy miért kellett az egy háborút két fegyverszünettel befejezni? Nos, én itt most megmondom. Azért, mert a páduai fegyverszüneti szerződés nem érintette Magyarország területi épségét. Azért kellett 10 nap múlva Belgrádba Jászi Oszkárral, Károlyi Mihállyal új katonai katonai szerződést kötni, mert abban a katonai szerződésben már nincs is másról szó, csak Magyarország szétdarabolásáról. De ha az első szerződésbe beletették volna Párizsba Magyarország megsemmisítésének, a szétdarabolásának a rendelkezését, akkor ezt Olaszország nem írta volna alá. Mégiscsak furcsa történelem, hogy Olaszország területén, Páduába ér véget a háború, ott írják alá az első fegyverszüneti egyezményt, és Olaszország kimarad, mert Olaszország nem járul hozzá Magyarország szétdarabolásához. Ilyen egyszerű a lecke, csak sajnos nem így tanították meg velünk. Nekünk, magyaroknak pedig minden órára szükségünk van, hogy ismerjük, hogy mikor, mit követtek el velünk szembe. Mert ha kihagyunk egyetlen mozzanatát is, akkor tévútra kerülünk. Nekünk tudni kell, hogy november 4-én, amikor életbe lépett a páduai szerződés, egy óra múlva Károlyi Mihály táviratot küld az olasz katonai parancsnokságnak, és tiltakozik, hogy ő nem fogadja el Weber aláírását, mert ő nem adta erre a Webernek fel, nem adott erre. Nem is volt szükség, mert a Weberék parancsoltak a magyar katonának, nem Károlyi Mihályék. Tehát ez megint egy ilyen bukfenc a magyar politikai történetben, de tudnunk kell, hogy Károlyi Mihály nem volt olyan tudós, politikus, katona, szakember, aki önmagától képes lett volna arra, hogy politikai behatárolja, hogy egy óra múlva ott kell, hogy legyen a távirat. Volt valaki mögötte, tanácsadó, valószínű, nem is kevés. Azért fordulhattak elő ezek a dolgok, és Magyarország martalékává vált annak a kommunista törekvésnek, amelyet Károlyi Mihály készített elő, és 1919. március 21-én Kumbéláéknak átadta a hatalmat. Kumbélát nem is tudta, hogy ki Károlyi Mihály. Kumbéla Erdélybe született ugyan,
első világháborúban részt vett, hadifogolyként kikerült Oroszországba, majd ott kiképzést kapott, és nem a saját nevén jön haza, nem Magyarországra, hanem egy meghalt katonatisztnek a nevén jön Magyarországra titokba, azzal a feladattal, hogy Magyarországot szervezzék a kommunista pártot, de Kun Béla előtt is volt már szervezkedés az úgynevezett Fabankba. Aki ismeri ezt a címet, az vagy tudja, hogy miről beszélek. És a Fabankba szervezkedő kommunisták nagyon örültek, mikor megérkezett Kun Béla, mert pénzt hozott nekik. Ők addig pénz nélkül voltak, szegények voltak, aztán meggazdagodtak. Kun Béla pedig egy hónap alatt 5 újságot jelentetett meg. Aki közülünk már jelentetett meg újságot, az tudja, hogy mibe kerül, mennyi fáradtságba, mennyi munkába, bizony azt egy személy nem tudja végrehajtani. Tehát ilyen helyzet elé állították Magyarországot azok, akik egyik nap szociáldemokrata párt tagnak vallották magukat, másik nap meg kommunistának vallották magukat. A magyar társadalom nem volt képes fölismerni, mert úgy váltogatták. Tehát magyar társadalom nem fogadta el, és már sokszor hivatkoztak a 133 napra, a magyar társadalom soha nem volt kommunista. 19-ben se, 45-ben se, 56-ban se, és ma sem az. Mert a magyar társadalomban megvan az érettség a politikára, és azért kellene rábízni a magyar népre sorsának irányítását. Akkor sokkal többre mennénk, mint hogy mindenbe beleavatkozik a politika, abba is, amiben nem kellene, ezért aztán sodródunk a politikával, hol jobbra, hol balra, és mindig a magyarra hivatkozva, hogy a magyar nép, hogy a magyarság, hogy a magyar ilyen. Nem. Adjatok valódi szabadságot a magyar népnek, és az majd fölmutatja a világ számára a valódi szabadságot, hogy kell megélni és megbecsülni. Hát szomorú tapasztalatot látok 1919-ben, amikor 18-ban, 19-ben, amikor Magyarországot belekényszerítik ebbe a helyzetbe, és a vizsgálataim során azt tapasztalom és látom, hogy 40 év alatt 8 magyar miniszterelnököt gyilkoltak meg csak azért, mert a Kárpát-medencébe magyar politikát akart gyakorolni. Az emlékük parancsolja, hogy felolvassam a nevüket, mert fontosnak tartom, hogy mindenki tudja és ne felejtse el. Hát sajnos Tisza Istvánnal kezdődik, korunk legnagyobb magyarjával, aki nem akarta engedni Ferenc Józsefet, hogy belépjen az első világháborúba, hogy Szerbia területén hadműveleteket kezdeményezzen, mert figyelmeztette, hogy ez csak vereséggel érhet véget. Tiszának igaza lett, de hogy ne lehessen igaza, akkor meggyilkolták. Hogy gyilkolják meg? Amikor a Károlyi kormány teszi le az esküt Budán, ugyanabban az órában meggyilkolják Tisza Istvánt a lakásán, azzal a szándékkal, hogy eltereljék a figyelmet, hogy a Károlyiéknak nincs ehhez a gyilkossághoz semmi közük. Ők rendelték meg. Tehát nem volt közük, ők rendelték meg, és az ő utasításokra hajtották végre ezt a gyilkosságot. A második Bárdosi László. Azért gyilkolják meg, mert hadat üzent a Szovjetuniónak. Akkor kellett volna a világnak
felelősséggel választ adni arra a kérdésre, hogy kibombázta Kassát. De erre a válasz nem érkezett meg mind a mai napig. Bárdossy tehát bele volt kényszerítve a helyzetbe a bombázás által, és a végén a Bárdossyt akasszák föl, nehogy megtudja, hogy mi volt az igazság. Ma már mi sok mindent másképp tudunk és látunk, mint Bárdossy. Nagyon sajnáljuk, mert Bárdossy is egy nagyon határozott, kemény magyar politikus volt. Imrédy Béla követte. Hát az ő esete aztán egy tragédia, csak hosszan lehetne beszélni róla, de ő megteremtette a Rákosiéknak a magyar forintot 1946-ban, utána meg kivégezték. Egy nagy tudású ember volt. Friderik István, aki ugyan 20-ban miniszterelnök, de 53-ban belekeveredik egy keresztény perbe, a kalocsai érsekkel együtt, ugye annak a perébe, és sajnos ő is börtönbe hal meg. Bethlen István. Bethlen Istvánt ugyan nem Magyarországon végzik ki, hanem amikor elfogják Dunántúlon, akkor elhurcolják a szovjetek Oroszországba, és ő is orosz börtönbe veszti az életét. Itt meg kell említenem, hogy az oroszok elfogása előtt Vas Zoltán fölkereste Bethlen Istvánt, és arra szólította, hogy menjen Debrecenbe az ideiglenes kormányhoz, és lépjen be, vagy álljon melléjük, vagy támogassa őket. Bethlen István azt mondta, ahogy eddig képviseltem a magyar hazámat, nem változtatok rajta. Hát ezért kellett elhurcolni. Ha közéjük állt volna, tám még most is itt élne köztünk. Teleki Pál. Teleki Pálról mindenki azt híreszteli, hogy öngyilkos lett. De ha nagyon pontosan ellenőrzi Teleki hagyatékát, azt a búcsúlevelet, amit Horthy Miklósnak írt, abban van egy szó, amely érzékelteti velünk, hogy nem lett öngyilkos. És ez a szó az, hogy örök békeszerződést kötöttünk Szerbiával. Szerbiával nem örök békeszerződést kötöttek Telekiék, hanem örök barátsági szerződést. És Teleki olyan kulturált ember volt, hogy tudta, hogy mit jelent a két szó közötti különbség. Mi meg azt tudjuk, hogy az örök béke melyik világnézetnek a része. Tehát azért Telekit is meggyilkoltnak tekintem én. Szálasi Ferenc. El nem volt kinevezett miniszterelnök, nemzetvezetőként működött, de olyan határozott keménységgel védte Magyarországot a kommunizmussal szembe, amelyért megérdemli, pláne nekem, aki átéltem a kommunizmus évtizedeit, hogy az ő neve is ide kerüljön. Aztán Nagy Imre, az én bajtársam, 1956-os magyar miniszterelnökünk, akinek egyetlen szavába került volna, hogy megmentse az életét, csak egy szóval gyalázni kellett volna a világtörténelem legtisztább forradalmát, az 1956-os magyar forradalmat. És ő ezt nem tette, ezért kellett neki meghalni. Van még itt egy név a tarsolyba, amit itt ezt zárójelbe teszem. Nem tudom a magyar
áldozatok között említeni, mert a tetteivel kizárta magát ebből a lehetőségből, ez pedig Kun Béla, akit 1939-ben Sztálin végeztetett ki Moszkvába. Tehát ha ezt a szörnyűséget megvizsgáljuk, ezt a 40 évet, hogyan kellett volna élnünk, nekünk, magyaroknak, ahhoz, hogy ne történjen meg, hogy az ország vezetőit lefejezik, elviszik, eltüntetik, megsemmisítik. Hát ki után menjen akkor egy nép? Ha a legmegbízhatóbb, a legjobbakat közülük így kiválogatják és megölik. Hát ilyen tragédiákkal találkoztam én a történelem vizsgálódásai során, és bizony szomorúan kell megállapítanom, hogy a mai világ nem javult, nem tanult a történelmi múltból. Mert az az érték, amit 1956-ban a magyar forradalom fölmutatott a világnak, és fölajánlott az emberiségnek egy boldogabb emberi élet megteremtéséhez, azt az értéket nem fogadta el a világ, és tovább bandukol ugyanolyan embertelenségek között, mint ahogy addig bandukoltunk.